Köszönöm szépen. Én nem is tudom, tehát nekem nem a félelem, hanem a megtiszteltetés vezérelt, vagy szóval érzése fogadt el, amikor ide beléptem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a Társaság a Szabadság Jogokért meghívását, és engem örömmel tölt el, hogy itt lehetek. Az én előadásom csak a nemzetiségi, ugye korábbi terminológiával élve a kisebbségi választások tanulságairól fog szólni, és akkor itt először csak végigpörgetnék néhány nagyon látványos és egyáltalán nem elidegenítő jellegű táblázatot, amelyet az MTA, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének munkatársai egy előadásából kölcsönöztem. Tehát itt nagyjából azok a számok láthatók, és ez röviddel a választás után készültek ezek a diák, tehát lehet, hogy azóta finomodtak az adatok. Tehát itt körülbelül azt látjuk, hogy ugye mennyi szavazatra lett volna szükség ahhoz, hogy a kedvezményes nemzetiségi mandátum szerzésre sor kerüljön, és akkor ezt képest látjuk azt, hogy a kedvezményes kóta alapján kb. 21.112 darab szavazat lett volna szükség. Ugye látjuk, hogy körülbelül hány szavazat érkezett. Majd mindjárt ugye, most egy ilyen immediate res kezdtünk, majd mindjárt a regisztráció kérdésére kitérek. Ugye az már úgy körülbelül a regisztráció, tehát a nemzetiségi választásokon nemzetiségi szavazóként regisztrálni kívánó szavazópolgárok meg, és akkor kiderült, hogy ez nem fog összejönni ez a mandátum. Ugye legközelebb a német és a cigány nemzetiség volt, de hát ők is azért lényegesen elmaradtak. Már a regisztráltak is a szükséges szavazat számtól. Igen, ugye itt még a népszámlálás adatai, amelyekre majd ugyancsak ki fogok térni, hogy mennyiben lesznek relevánsak. Tehát, hogy körülbelül ez az a demográfiai vagy statisztikai sokaság, akikről, mint potenciális szavazókról, illetőleg a potenciális szavazók egy potenciális köréről beszélhetünk, majd mindjárt ezt is megmagyarázom, hogy mit értek ez alatt. Na, akkor egy kicsit távolabbról indulva, tehát egy kicsit ilyen elméleti síkon kezdve a kérdés, mert azt gondolom, hogy az egész helyzetet értékelni tudjuk, erre szükség van. Tehát az alapkérdés az, hogy van-e szükség nemzetiségi parlamenti képviseletre ilyen formában, és akkor ehhez képest egy másodlagos dolog, hogy akkor hogy zajlott a választás, meg mi a helyzet. Tehát ugye elvi szinten azt lehet mondani, hogy alapvetően háromféleképpen tudnak megjelenni a nemzeti etnikai kisebbségek, új terminológiával használva nemzetiségek. Ugye az egyik az, hogyha van, és ez ugye magyar jogalkotási, nem tudom, brainstorming során is fölmerültek ezek a különböző lehetőségek, volt, hogy törvényjavaslat, meg nem tudom, a formáját is öltötték, volt, hogy csak a, nem tudom, jogtudomány, meg a politikusok különböző megnyilvánulásaiban jelent meg. Tehát az egyik, hogyha van, ha két kamara van, akkor ugye, vagy tehát, hogy ugye a parlament funkciósan elkülönült szervezetében, ott akkor ugye mindenki a szakszervezetektől kezdve a arisztokrácia még élő tagjaitól kezdve mindenki részt tud venni, tehát ez egy hagyományos modell. Fölmerült egyébként most az alkotmányzáson, hogy legyen két kamara, hál' Istennek végül is ezt elvetették. Ugye a másik opció, ugye az egykamarás rendszeren belül, hogyha a képviselői, képviseleti formában gondolkodunk, ugye majd erről lesz szó. Aztán vannak ugye a jogalkotási és politikai döntéshozatalnak különleges, specializált formái és megoldásai. Ez egyébként adott esetben akár az egész államszervezeti struktúra, nem tudom, etnikai alapú felépítését is magába hordozhatja, gondoljunk Bosznia-Hercegovina, stb. Tehát hogyha a politikai, etnopolitikai, nem tudom, realitások ezt igénylik, vagy legalábbis a politikai döntéshozók azt gondolják, hogy ez egy hatékony, akkor ilyenféle dolgokat is lehet tenni, egészen technikai jellegű érdekképviseleti vagy képviseleti formák megvalósításán is. Ugye a nagy kérdés, és ezért használtam az és vagyot, ugye nagyon nem világos, hogy tulajdonképpen mi is a célja ezeknek a rendelkezéseknek, érdekképviseletről van ez szó, tehát lobby tevékenységről, vagy pedig a tényleges képviseletről. Ugye rátérve arra a modellre, tulajdonképpen ugye ami magyar alkotmányozó követett, tehát ugye a rendszerváltás óta végül is töretlen formában, hogy a képviselet, tehát a képviselői reprezentációról beszélünk. Itt ugye alapvetően meg ilyen három lehetőségünk van, tehát lehet az, hogy amit például azokban az országokban látunk, például a nem tudom, környező országokban, nem tudom, magyar etnikai pártok, tehát lehetnek kisebbségi pártok, nemzetiségi pártok, amelyek simán indulnak a kompetitív néppártok versenyében.
Ugye lehet olyan, hogy akkor ez a rendszer ez picit úgy informálisan tagozódik be a pártok rendszerébe, hogy formális vagy informális módon, kvóták vagy egyéb módokon a nagy pártok, tehát az etnikailag semleges pártok nemzetiségi jelölteket indítanak. Ugye ezek, erre látunk különböző formákat, a női képviselet esetében is látunk olyan országokat, ahol az van, hogy nincs formális kvóta, de informálisan van, és akkor ilyen cipzár módszer, hogy egy férfi, egy nő, vagy hogy százalékosan megállapítják, hogy hány nőnek kell szerepelni mondjuk a pártlistákon, vagy adott esetben az egyéni képviselő jelöltek listát, tehát ezt ugyanúgy meg lehet tenni a nemzetiségek esetében is. És akkor hát vannak ilyen ugye egyéb kvóták, ugye lehet a delegáció, kooptáció formája, tehát hogy behív a parlament a például nem valamilyen nemzetiségi szervezet, mondjuk magyar például nem tudom, országos önkormányzat, nem tudom, reprezentánsát, akik vagy képviselők, teljes képviselői joggal, vagy adott esetben csak vétójoggal, törvénykezdeményezési joggal, vitakezdeményezési, tehát felszólási joggal rendelkeznek. Tehát itt nagyon sokféle technika van, itt alapvetően ahhoz, hogy hát egyrészt kétféle dimenzióban kell ezt a kérdést értekelni, alkotmányos, alkotmányelméleti szempontból, tehát hogy az egész alkotmány ellenese már nem technika értelme, az alaptörvényben van valami írva, meg ezt tudjuk, hogy mindent felül lehet alkotmányozni, hogy mondjuk alkotmányosan indokolható egy nemzetiségi vagy kisebbségi képviselet, ez egyik dolog. A másik az, hogy szükség van-e rá. Tehát hatékony formája ez a képviselő, vagy a nemzetiségiek, hát nem tudom, céljainak, vagy érdekének képviseletnek. Nekem az a töretlen álláspontom, 10 évvel ezelőtt írtam erről, ebből a témából a PhD-met, hogy én azt gondolom, hogy alkotmányosan lehet igazolható, de hogy semmiképpen sem szükséges. Tehát nekem az állításom, hogy ez az egy ember egy szavazat, ami hát alapvetően, hogy a politikai szabadságjogként is tekintünk a választójogra, akkor hát ennek túlságosan nagyok a képviselet elméleti költségei ennek a történetnek, úgyhogy igazából nem világos, hogy mit akarunk elérni. Különösen nem a magyar helyzetben, tehát egész más egy boszniai helyzet, vagy egy... ugye itt, és akkor majd mindjárt erre rá fogok térni, ugye még ugye ez a kvázi képviselő jogállás, ami mondjuk az én véleményem szerint a rokonszenvesebb, tehát mondjuk azt látjuk, hogy erre különböző megoldások vannak, vetődtek fel erre is, tehát egyrészt lehet azt mondani, hogy a kisebbségi önkormányzati rendszer, ami egy ilyen unikum, egy ilyen hungarikum, egy ilyen teljes magyar sajátosság, ez már önmagában a politikai képviseletnek hát ad egy olyan teret, amit esetleg ki lehet egészíteni azzal, hogy akkor a parlamentben is megjelennek az országos önkormányzat vezetői. Ugye az is fölmerült, hogy a specializált országgyűlési biztos, amikor még volt ilyen, ugye azt tulajdonképpen ugye mégiscsak az országgyűlési biztosként tulajdonképpen a parlamenti reprezentációnak tulajdonképpen egy funkciója lehet, tehát ilyen értelmezés is volt. 1990-ben, tehát az előző Orbán, vagy az előző előtti Orbán kormány szakértői munkaanyaga egyébként, hát ezt a kisebbségi ügyvívő, vagy kisebbségi parlamenti képviselő ötletét vetette föl, ami egyébként hát az én megítélésem szerint egy lett volna az optimális megoldás. Majd látni fogjuk, ez nagyon érdekesen kapcsolódik egyébként a parlamenti szószóló egyelőre, még nem teljesen világos, ezt nyilván a gyakorlat fogja majd megmutatni, hogy tulajdonképpen a parlamenti szószólók mit is tudnak és fognak tenni. Tehát nagyjából ez a keretrendszer. Nézzük meg, hogy melyek azok az érvek, most ugye már magyar kontextusra vonatkoztatva, amelyek a parlamenti képviselet mellett felhozhatóak. Az egyik ilyen év, nagyon sokszor ezt halljuk, hogy hát már 1992-ben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy mulasztásos alkotmánysértés történik, forog fent, hiszen a magyar jogalkotó nem biztosította a parlamentek, a kisebbségek parlamenti képviseletét. Ehhez kapcsolódóan egyébként majd erre ki fogok még térni, folyik egy szakmai vita, létezik olyan álláspont, és én magam is azok közé tartozom, akik ezt vallják, hogy ez ugye a 93-as kisebbségi törvény megszületése előtti határozat. Ugye az akkori alkotmány szerint, most nem érdemes, hogy nem szeretnék belemenni időhiány miatt, ugye nem kifejezetten a parlamenti képviseletről szólt, a politikai képviselet ilyen olyan formáit nem tette, tehát hogy a kisebbségi törvény, amely létrehozta ezt a hungarikumnak tekinthető kisebbségi önkormányzati rendszert, tulajdonképpen ennek az elvárásnak eleget tett. Ugye nagyon érdekes módon, nagyon-nagyon sokszor, tehát folyamatosan visszaköszönt különböző nemzetközi szervezetek, tehát monitoring testetek egyebeknek az értékelésében, ajánlásaiban, meg magyar, nem tudom, országjelentésekben, hogy igen, erre leginkább erre az alkotmánybírósági határozatra hivatkozva,
hogy hát bizony, itt mulasztásos alkotmánysértés történik. Itt ugye elválik egyrészt ez a technikai dolog, hogy most akkor az alkotmánybíróság mit is gondolt, amikor erről beszélt a kisebbségi törvény megszületése előtt, de azt azért világossá kell tenni, hogy itt amit a nemzetközi szervezetek Magyarországon számunk kértek, az nem az, hogy létezne egy ilyen nemzetközi standard, a kisebbségvédelemnek létezne egy ilyen általános, kodifikált, nem tudom, elvárása, itt az önkötelezés problematikáját hangsúlyozták, tehát ha egyszer a magyar alkotmányozó, meg a magyar jogalkotó ezt itt meg ott leírja, a kisebbségi törvényes, akkor tessék következetesen végigvenni ezt a szabályozást. Ami mondjuk szerzett jogként, ugye az az érv, hogy szerzett joga a kisebbségek, vagy nemzetiségek parlamenti képviselete, hát az viszont egy elég kemény érv, hogy azt lehet mondani, hogy 2010-ben az alkotmány, tehát akkor még ugye az alkotmány május 25-i módosítása kifejezetten az etnikai kisebbség, nemzetes etnikai kisebbségek képviseletéről rendelkezett. Ugye ez nyilván soha nem realizálódott választójogi törvényes gyakorlatban, de erre mindenképpen ilyen formában lehet egyébként hivatkozni. Nagyon fontosnak tartom egyébként így elvi élen rögzíteni, hogy én nem a kisebbségi, nemzetiségi vagy kisebbségi jogok tagadója vagy relativizálója vagyok egyébként, tehát nekem viszonylag régóta foglalkozom ezzel a kérdéssel. A kisebbségi parlamenti képviselet tekintetében van egy relativizáló vagy tagadó álláspontom, tehát egyébként nem a kisebbségi jogok, nem tudom, legitimációjának megkérdőjelezése vezérel egyébként. Ugye ami érvként még felhozható, hogy hát az alkotmányozás során több nemzetiség is ugye ezt az álláspontját fogalmazta meg, hogy hát igen, szükség van nemzetiségi képviseletre. Megjegyzem egyébként, hogy meglehetősen sommás állásfogásokban vettek részt a nemzetiségek az alkotmányozás folyamatában. Copy-paste megoldással ugyanazokat a mondatokat láttuk visszaköszönni. Már egyáltalán azon nemzeti kisebbségi önkormányzatok esetében, akik egyáltalán állásfogadtak a kérdésben, ott a nemzetiség kifejezés, a kisebbségek nemzetiségre cserélése és a parlamenti képviselet volt gyakorlatilag az, ami visszaköszön. Ugye a parlamenti képviselet melletti érv ugye magyar kontextusban, hogy a kisebbségi biztos, ami létezett, töretlenül ezt az álláspontot képviselt, hogy igen, szükség van a parlamenti képviseletre. Ugye arra majd vissza fogok térni, hogy ugye hát az alapérv az mégiscsak az, hogy ez a jogvédelem és az érdekképviselet szükséges és hatékony eszköze. Tehát ez az alap kiinduló pont, fogom majd röviden megvizsgálni, hogy ez valóban így van-e, meg egyetlen egyenlőséggel tehető-e a képviselet és az érdekvédelem között, vagy a jogvédelem, és az érdekképviselet milyen viszonyban áll a politikai képviselettel. Ugye viszonylag ritkán hangoztatott, de azért mindenki érzi, hogy hát azért ez egy elég fontos érv, hogy ez egy exportképes megoldás. Ugye nagyon hivatalosan nem nagyon szokta elismerni a jogalkotó, mondjuk preambulumba vagy ilyesmibe, de azt azért néha ilyen parlamenti vitában elszólásokból tudjuk, meg kutatók dokumentálták, hogy bizony-bizony a kisebbség, magyar nemzetiség kisebbség politika, hát azért leginkább a diaszpora politika a határon túli magyarság érdekeinek, hát hogy mondjam, facilitását szolgálta, tehát hogy ez a rendkívül nagyvonalú megoldás ezekkel milyen problematikus, de nagyvonalú megoldás különböző nemzetiségek széleskörű jogainak az elismerését, azért azt látjuk, hogy politikailag ezt leginkább az vezérelt, hogy na, akkor ugyanezt számon lehet kérni a szomszédos államoktól. Ugye ne felejtsük el, hogy amikor az egész történet kezdődött, akkor ugye hát még az Európai Uniós csatlakozás meg egyebek ugye távoli déli bábként lebegtek csak előttünk. Ezek a képviselet mellett most így adhok felhozható érvek. A parlamenti képviselet ellen felhozható néhány érvet ismertetnék. Az egyik az, hogy azt lehet, én a magam részéről azt az álláspontot képviseltem, hogy az, amit az alkotmánybíróság, és nem az érdekes, hogy most ez technikailag mennyiben releváns, amikor az alkotmánybíróság azt mondta, hogy hát igen, problematikus, egy alkotmánysértő helyzet állt fönt 92-ben, én azt gondolom, hogy a kisebbségi önkormányzati rendszer azt, ami a célja lehet a kisebbségek politikai reprezentációnak, azt hozni tudja. Nem tartom jónak ezt a rendszert, egy meglehetősen problematikus, szuboptimális rendszernek tartom. Azt világosan lehet látni, hogy a magyar kisebbségi önkormányzati rendszer ez egy szerzett jogként működik a magyar politikai vagy etnopolitikai szférában, tehát föl sem merülhetett, én azt gondolom, és ezt el kell fogadni az alkotmányozás során, tehát hogyha itt pusztán szakmai szempontokat tekintünk, hogy megszüntetni vagy átalakítani ezt a rendszert, hiába sok-sok hiányossága, meg amire most nem lesz időm kitérni, tehát az világos, hogy ez egy visszalépés lett volna a jogvédelemben, meg politikailag is nagyon rossz lett volna az akusztikája, meg szimbolikus tekintet.
esetben is. Tehát bár itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a rendszer nem a jogvédelemről, hanem a többletjog, tehát a kisebbségi többletjogok tételezéséről szól. A jogvédelem az egy egészen más történet, ugye mindig azt szoktuk mondani, nagyon érdekes, hogy 93-ban fogadták el a kisebbségi törvényt, 2003-ban pont 10 évre rá ugye a uniós csatlakozás követelményeként az antidiszkriminációs törvényt, ami ugye egy nagyon fontos kiegészítése is, hogy hát most nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy hát a mondjuk a roma a romák számára azért lényegesen fontosabb volt az utóbbi, a kisebbségi önkormányzati rendszer ugye pont az szokott lenni a probléma, hogy az, amit igazából szeretnének, arra nem alkalmas, tehát de mindegy, erre most nincs idő belemenni. Ami a legnagyobb probléma a parlamenti képviselettel, azt gondolom az etnokorrupció töretlen és hát mintaszerű gyakorlata Magyarországon, tehát amióta nemzetiségi vagy kisebbségi önkormányzati választások vannak, a sajtó hát ezt harsogta teljes joggal, a szakma is számos alkalommal rámutatott, tehát hogy az, ahogy itt kodifikálták a, és majd látni fogjuk, hogy mik ennek a sarokpontjai, a regisztráció kérdése, hogy ki lehet jogosultja ezeknek a kisebbségi többletjogoknak. Ez egy nagyon nehéz, és ez egy darásfészek, tehát én megértem, hogy a jogalkotónak nagyon problematikus, hogy nehéz helyzete van, amikor definíciókat kell neki adni arról, hogy kik az elismert kisebbségek, az egyházak kapcsán persze nem volt olyan nagy probléma, de mindegy. Tehát ez egy problematikus dolog, nehéz dolog megmondani, hogy én az állam megmondom, hogy kik a kisebbségek, miket kell tenni ahhoz, hogy valaki ezeknek a jogoknak a jogosultja lehessen, de ugyanakkor azt látjuk, hogy ha ezt nem teszi meg a jogalkotó, akkor nem csak az adófizetők pénzét költjük el bizonytalan célú tevékenységre, hanem a célzott csoport, akinek mégiscsak hát azt gondoljuk, hogy az a kisebbségi identitás, a kisebbségi lét az jogosult, tehát ez bizonyos többletvédelmet, vagy többletjogokat, hát igazából ugye ez a csoport nem tud részesülni ezekből a többletjogokból. Különösen problematikusnak tekinthető a kisebbségi önkormányzati választásokkor rendszer szerűen tapasztalható etnokorrupció, hogyha azt gondoljuk, hogy az országosi választásokkor is erre lehet számítani. Én megmondom őszintén, nagyon meglepődtem ezeken az eredményeken, meglepődtem azon, nem csak azon, hogy... Tehát én azt gondoltam, hogy álkisebbségi, vagy tehát, hogy pártok kisebbségi színekben fognak jelölteket indít, tehát hogy megfogják, tehát fognak élni az etnokorrupció immár jól bevált és jól ismert gyakorlatával az országgyűlési választásokon. Ugye 199 képviselőből, ha 13-at ugye preferenciális mandátum szerzés útján tud megszerezni egy párt adott esetben, hát azért az nagyon nem mindegy. Tehát az, hogy ez most nem igazolódott be, az őszintén szóval engem nagyon meglepett, de hát semmi okom nincs feltételezni, hogy a következő választáson ez nem történik meg. És hát ugye harmadik okként, és ezekre majd kicsit részletesen ki fogok térni, nagyon komoly képviselet elméleti aggályok és problémák övezik a kisebbségek parlamenti képviseletét ugye ebben a magyar hát alkotmányos magyar rendszerben. Ugye az egyik ilyen képviselet elméleti aggály, hogy ez egy nagyon elméleti dolog, hogy akkor most tulajdonképpen hogy is van ezzel a kisebbségi képviselővel ülben a parlamentben, ugye elméletileg ugye a képviselő az ugye a nemzet ugye az egész, ugye ez le is van írva, hogy tehát ugye nem, tehát hogy a nemzet, hogy is vannak ezek a partikuláris érdekek itt az országgyűlési képviselő. Az rendben van, hogy ugye pártok jelöltjeként szereznek mandátumot, de hogy a közérdekében végzik a tevékenységet, őket ugye, szóval hogy is van ez a kisebbségi, tehát a hivatalosan deklarált, nem tudom, kisebbségi jelleg ennek az országgyűlési képviselő. Mindegy, ez egy nagyon elméleti érv. Praktikusabb érv, hogyha valaki preferenciás kisebbségi vagy nemzetiségi jelöltként szerez mandátumot, akkor az agrárpiaci rendtartásról, vagy a devizahitelek kapcsán, vagy a norvég alap ellenőrzésének kimunkált mechanizmusa kapcsán milyen legitimációval rendelkezik egy, nem tudom, ruszin képviselő adott esetben az országgyűlésben. Tehát, hogy a kisebbség neutrális kérdések, amik azért a parlament munkának a 90%-át kiteszik, nem indokolják a jelenlétét az én véleményem szerint. Tehát ezért gondoltam azt, hogy amikor vétó, vagy valami vita, felszólalási jog, ilyesmi törvénykezeményezési jog, az szuper, de én többek között ezért is látom problematikusnak és indokolatlannak a nemzetiségi képviseletet. Ugye a lényeg az, hogy hogyha jól is, tehát működik is a rendszer, a preferenciális mandátum szerzés útján parlamentbe jutott képviselők jelenléte mindig csak szimbolikus lesz ebben a történetben.
Én azt gondolom, hogy ennek a képviselet elméleti és alkotmánysági ára nincs arányban ezzel a szimbolikus gesztussal. Tehát ezt világossá kell tenni, hogy sem az érdekképviseletnek, sem a jogvédelemnek nem hatékony és releváns eszköze a parlamenti jelenlét, ha kisebbségenként egy-egy preferenciális formában mandátumhoz jutott képviselőről beszélünk, ugye, ami a magyar rendszerben van. Ugye az, hogy a kisebbségi biztos és a nemzetiségek ezt az áspotot képviselik, ez a dolguk. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon helyes, de egy csipetnyi sóval kell abból a szempontból tekinteni rá, hogy hát akkor nézzük meg az alkotmányos súlyát ezeknek az érveknek. Hát ugyancsak azt gondolom, hogy nem kell különösebben igazolni azt az érvet, hogy az, hogyha a diaszpóra a politikai célokat szempontjával adott esetben sikeres lehet, bár ugye nem tudjuk, hogy mi sikeres, mi nem sikeres, hát azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehezen védhető alkotmányos érv, egyébként ritkán is hangoztatják ilyen formában. Kicsit azt gondoltam, hogy szemezgetek az alkotmányozás során beérkezett nagyon kevés a témát érintő véleményről, vagy javaslatról. Most az egyik a munkai főnököm az akadémiai intézetben, mindig azon nagy hasznos dolog, hogyha az ember idézi a munkai vezetőjét. De komolyra fordítva a szó, tehát hogy azon nagyon kevés álláspont közül, ami tényleg az alkotmányozás során megjelent, Jakab András például ezt a négy érvet hozta föl, tehát egyik, hogy amelyben talán legérdekesebb, hogyha már tényleg ilyen, én nem mondom, hogy ez a szükségesség arányosság tesztet kell alkalmaznunk, de akár, és hát abban azért ezek fontos szeletkék lehetnek, hogy adott esetben a kisebbségekkel szembeni ellenérzéseket növelheti ez az intézkedés, ugye ráadásul, ugye, hogyha már tényleg elméleti szinten tekintünk rá, politikailag egységes, tehát ez a homogenizáló vagy eszencialista szemlélet, hogy amivel persze mindig a jogalkotónak szembesülni kell, hogyha valamilyen intézményt létre akar hozni, ugye ezzel szemben is felhozhatóak különböző érvek. Akkor nagyon röviden én négy pontban látom a hatályos szabályozás problémagócait. Az egyik a kisebbségek, tehát a nemzetiségek, a törvény által elismert nemzetiségek köre és ennek definíciója. A másik ilyen kör a jogosulti kör meghatározása, tehát hogy kik azok a személyek, akik az egyébként már meghatározó 13 kis nemzetiség tagjaiként részt vehetnek ennek a jognak a gyakorlásában. Az aktív és a passzív választójog közötti különbségtételt, illetőleg a népszámlálás problematikáját, amelynek két, majd erre visszatérek. Jó, itt ez csak a jogszabály szöveg, a élesebb szeműeknek, aki nem tudja, az keresse fel optikusát. Amit, és akkor tulajdonképpen itt én a jogalkotó számára tudok, nem tudom, javaslatokat megfogalmazni, tehát megint csak hangsúlyozom, hogy az én számomra mondjuk így a kodifikációs szinten megjelent, nem tudom, javaslatok közül ez a kvázi képviselői megoldása a legoptimálisabb. Mellesleg az alaptörvény szövege egyébként ezt a megoldást hát sejtette. Tehát én amikor ugye még csak alaptörvény volt, nem volt választási törvény, meg nem volt kisebbségi új késő törvény, én meggyőződése volt, hogy ezt a megoldást fogja az magyar jogalkotó követni, mert csak azért is, mert Pál Fiona nevével volt fémjelezhető 99-ben ez a javaslat. Hát ugye végülis nem ez történt. Ugye az etnokorrupcióról ugye nagyon röviden, tehát ugye azt mondtam, hogy kétféle probléma, vagy kétféle dimenzióban jelenik meg. Egyik az, hogy melyek azok a csoportok, amelyeket a törvény elismer kisebbségiként, vagy nemzetiségiként. Tehát itt ugye van ez a 100 éves honosság. Ugye ehhez van egy eljárás, hogy ugye egy ilyen könnyített népi kezdeményezés formájában lehet az elismerést kérni. Itt nagyon sok vicces történet volt a hunoktól kezdve az égei macedónokon, vagy makedónokon keresztül a zsidó nemzetiségként történő elismerés formáján, amely közül végül egyik sem volt sikeres, vagy azért, mert nem gyűlt össze elég aláírás, vagy azért, mert az AB már elkaszálta, meg az OVB ezeket a kezdeményezéseket korábban. Tehát mindenesetre ezek elvi ellen rámutatnak arra, hogy ez egy meglehetősen önkényes lista, már csak az is bizonyos
elismert nemzetiségek nem is felelnek meg egyébként tényszerűleg a törvényben, vagy bizonyos szakértői álláspontok szerint nem felelnek meg a törvényes álláspontok. Nagyon nehéz bővíteni, és mikor kezdődik a 100 év, kínaiak, nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy az a mondjuk történész, doktorandusz, hallgató, aki ne tudna bármilyen, mondjuk a, hogy stílszerek legyünk, mondjuk a norvég, Magyarországon lévő legalább 100 éves norvég jelenlétet egészségen, de nem tudna kimutatni, az azt gondolom, hogy mondjuk az abszolutórium megszerzéséhez nem tudja felmutatni a szükséges kutatói skilleket. Tehát, hogy ez teljesen önkényes, akkor az akadémia hogyan nyilvánít véleményt, a parlament, ugye ne felejtsük, hogy a parlamentnek végül is, ugye, miután ez a törvény mellék, vagy hát az, ugye a törvény része tulajdonképpen a taxációjának, a kisebbségeknek a törvény, vagy a listája ezeknek a nemzetiségeknek, tehát effektíve a kisebbségi törvényt módosítani kell, hiába van meg az összes feltétel, a parlament megteti, hogy nem módosítja, nem támogatja ezt. Tehát, hogy ez egy meglehetősen önkényes, problematikus meghatározása annak, hogy melyek a nemzetiségek. Ugye a másik ehhez kapcsolódó, és talán még nagyobb probléma, amit mindig is, ami közép, és egyébként nem csak Közép-Európában, kontinentális Európában ez egy nagyon komoly probléma, hogy az állam a holokauszt, meg a nem tudom, milyen történelmi sérelmek teljesen jogos tanulságait levonva, azt mondja, hogy mi nem, az állam nem fogja semmilyen formában meghatározni az etnikai hovatartozás jogi kritériumait, és ezt nagyon szigorú adatvédelmi szabályok is megerősítik. Az Európa Tanács és az Európai Unió szintén egyaránt vannak ilyen nemzetközi kötelezettségek, amelyek természetesen a Magyarország tagja. Hát csak közben meg valóban közben meg azt látjuk, hogy ha már egyszer vannak ilyen, tehát beszélünk egy ilyen jogtételezésről, vannak ilyen külön jogok, az egész egyszerűen ebben a politikai kultúrában hát olyan visszaélésszerű gyakorlatot mutat nagyon-nagyon sok szinten, amelyek közül a kisebbségi önkormányzati választások nagyon eklatánsan mutatták, hogy egész egyszerűen ez így nem tud menni. Mellesleg az Alkotmánybíróság számos határozatában kimondta, hogy bizony, amikor többletjogok gyakorlásra van szó, akkor igenis a jog, tehát akár a regisztráció meg egyéb feltételét a jogalkotó meghatározhatja. Tessék, vegye a politikai bátorságot, ez nem egy alkotmány elméleti kérdés, alkotmányon ez teljesen rendben lenne. Én megértem, hogy a jogalkotó ettől óckodik, csak hát akkor attól még a probléma az fönnáll. Jó, ugye ez a legutóbbi 2012-es AB határozat is, tehát már az új kisebbségi törvény kapcsán született álláspont. És kimondta, hogy az alkotmány, amelyben azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy igen, a jogalkotó széleskörű mérlegelési lehetőséggel rendelkezik, tessék megoldani ezeket a problémákat. Meg lehet oldani, hát a labda föl van adva. Jó, az utolsó vagy utolsó előtti kérdés az aktív és a passzív választójog elválasztása. Kérdése ugye itt az van, hogy ugye illetve azonosságának az előírása, tehát magyarul csak az lehet képviselő, aki a nemzetiségnek tagja, ráadásul elő van írva, hogy aki korábban már két más nemzetiség színeiben szerepelt a névjegyzékben, az ki van zárva a képviselőjelölté válástól. Ez két probléma van, egyrészt a többes kötődés alkotmányban is alaptörvény is elismert többes kötődéssel, ez nem összeférhető, másrészt semmilyen képviselet elméleti indok nem támasztja azt alá, hogy a képviseletnek a képviselő attribútumaival kell rendelkezni. A képviselet arról szól, hogy az a mitikus kapcsolat, ami létrejön a megválasztott és a megválasztott között, az ott a választó helységben, ott az urna, a magányában, meg mindenféle ilyen újságírói közhelyeket lehet erre fölhozni. Tehát, hogy a képviseltet egyetlen egy, a képviselőt egyetlen egy dolog teszi legitimé, hogyha megválasztják őt a képviselők, semmi nem indokolja azt, hogy önkormányzati választásokra gondolva, hogy a faluban, hogyha van egy, nem tudom, körzeti orvos, aki történetesen szimpatizál a románkkal, és nem, akkor miért ne lehetne ő a, nem tudom, helyi roma kis önkormányzatnak a, nem tudom, képviselője, vagy vezetője. Tehát, hogy ezek teljesen indokolatlan dolgok. Nem elvárás soha egy testettel szemben az, hogy ugyanolyan legyen a hajszíne, vagy vagy az egyéb attribútuma, mint a választó polgárok körének. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen értelmetlen és igazolhatatlan előírás. Az utolsó probléma a népszámlálásra kapcsolatban van, ezt csak ugye szeretném felhívni az Alkotmánybíróság érvelésének eleganciájára itt a figyelmet, tehát ezt nem tudtam kihagyni, ezt ennek a tudományos ismeretterjesztési lehetőségét. Tehát itt ugye az történt, hogy ugye volt 2010-ben a népszámlálás, majd ezt követően a választójogi törvény a népszámláláskor
hát jelzett nemzetiségi jelenléthez igazította bizonyos formában a választások kilátásának lehetőséget. Tehát magyarul, amikor az emberek teljesen önkéntes módon, de azt gondolom, hogy az rendben van, a népszámláson való ilyen vagy önként történő identifikáció önkéntes. Én azt gondolom, hogy az ember tudja előre, hogy akkor majd ennek alapján lehet vagy nem lehet kiírni adott esetben nemzetiségi választásokat a körzetben, ez rendben lehet, viszont nem ez történt. Tehát azt látjuk, hogy tehát én azt gondolom, hogy ez egy egész egyszerűen vállalhatatlan helyzet volt. Arról nem is beszélve egyébként, hogy ez egy 10 év alatt, mert mondjuk általában 10 évenként vannak népszámlálások, hát azért elég nagy demográfiai mozgás meg változás történhet. Én ennek sem látom őszintén szólva az alkotmányos igazolhatóságát. Ugye ezt azért azt csak mondom, szeretném felolvasni, tehát hogy ugye azt mondja az Alkotmánybíróság, hogy hát ugye problematikus az, hogy hát ugye visszamenő hatállyal, tehát hogy fogják figyelembe venni a népszámlálási adatokat. Ugye azt mondja, 2010-ben a kormány jelezte, hogy a népszámlálási adatoknak a korábbiaknál jóval nagyobb szerepet fog tulajdonítani. Lényegében azt tekinti kiinduló pontnak intézkedésében a költségvetési háttér biztosításában. Tehát azt gondolom, hogy ezt magáért beszél ez az érvelés ebben a tekintetben. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon köszönöm mindkét előadónak a gazdag és informatív előadásokat. Most pedig rövid idő arra áll rendelkezésünkre, hogy a közönség feltesse kérdéseit az előadók bármelyikének, tehát akár Tordai Csaba, akár Pap András előadásához várjuk a kérdéseket. Köszönöm szépen. A Csabához azt kérdezném, hogy a lakóhely fogalma az ő értelmezése szerint a választójogból való kizárásnak a kérdése, tehát egy korlátozási probléma, vagy egy gyakorlási, joggyakorlási kérdés. Mert hogy ez nagyon élesen fölmerült itt, ugye, akinek nincsen egyáltalán lakóhelye, illetve csak éppen, bár lakóhely fogalma szerintem amúgy is problematikus, mert az egy technikai kérdés, amennyiben a lakcím nyilvántartót veszük figyelembe, és nincs önálló tartalma, de ezzel lehet vitatkozni. Tehát abban van egy elméleti vita, hogy mi a korlátozás, egy materiális értelembe vett korlátozás, vagy pedig egy joggyakorlásának a kérdése. Másik kérdésem pedig az, hogy a külön jogokkal, tehát a kisebbségi külön jogokkal, hogy lehet összeegyeztetni azt, hogy választásra kényszerítették a kisebbségeket, hogy vagy névjegyzékbevétel, vagy pártalapú preferenciának. Tehát ez azért hangozzon el, hogy ez materiális értelemben összeegyeztethető a külön jogoknak a létével. A lakóhely nélküliség, mint feltétel, az gondolom nem a választójogot magát, hanem a választójognak a gyakorolhatóságát korlátozza. De ez hatását tekintve az egyes embernek a szintjén ez érdemi nehézséget okoz a joggyakorlásba, ami nem lenne feltétlenül alaptörvényellenes, ha erre kényszerítő alkotmányos indokból és azzal arányosan kerülne sor, de az, hogy egy házaspárnak miért kell a kisgyerekeivel együtt elutazni a Brüsszelbe azért, hogy a szavazatát leadhassa akár csak Luxemburgból is, hogy ezt a terhet nekik miért kéne felvállalniuk a választójog gyakorlatossága érdekében, ez alkotmányos igazolásra szorul, és
még csak érveket se hallottunk, hogy ez miért lenne elkövetlenül szükséges, az igazolási teher már pedig ilyenkor a jogalkotónkban. Köszönöm szépen a kérdést. Hát ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy a kisebbség, tehát az, hogy kisebbségi különjogként tekintünk a preferenciás mandátum szerzésre, ez egyáltalán külön jog-e. Én ezt alkotmányosan igazolhatónak találom, tehát tulajdonképpen erre azt lehet mondani, hogy ez meg is egy megerősítő intézkedés, olyan, mint hogyha valaki kap plusz pontot az egyetemi felvételin. Tehát nekem avval nincs feltétlenül problémám, hogy ez egy vagylagos választási lehetőség, tehát akkor nem lehet pártlistára szavazni. Csak sokkal bonyolultabb. Tehát hogy én azért gondolom, hogy nem érdemes ebbe az útvesztőbe belemenni, hogyha valaki megkér rá, akkor ebből biztos tudnék írni egy 25 oldalas szakvéleményt, de hogy amiben ezt alá lehet támasztani, de hogy szerintem nem éri meg. Tehát hogy én azért gondolom, hogy a kvázi képviselői státusz az, ami ha már azt gondoljuk, hogy feltétlenül van egy olyan alkotmányos helyzet, van egy olyan helyzet, hogy a Magyarországon élő ruszinoknak az országgyűlésben, jó, hát elférnek, mert ugye most már sok kevesebb képviselő van, az épület az még mindig ugye a monarchia beli állapotokat tükrözi architekturális szempontból, tehát hogy rendben van ebből a szempontból, de hogy ha tényleg azt gondoljuk, hogy erre szükség van, akkor azt gondolom, hogy én azokat az alkotmányos célokat, hát igen, egy ilyen felszólalás, törvénykezés, stb. Jog meglételében sokkal inkább megvalósítatónak és indokoltnak tartom. Tehát nem gondolom azt, hogy ne lehetne megindokolni kisebbségi jog elméleti meg alkotmányelméleti szempontból, de hogy szükség nincs rá, abban egészen biztos vagyok. Különösen akkor, hogyha látjuk az ezzel való visszaélés kockázatainak a valószínűségét, és az egyéb képviselt elméleti, meg alkotmányos problémát. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen szükségesség-arányossági teszten ez ezért nem feltétlenül menne át. Bár mondom, egyébként azt gondolom, hogy alkotmányosan igazolható. Tehát végülis átmehetne a teszten, csak könyörgöm miért. Talán így tudnám összefoglalni. Ehhez egy mondatot én is mondanék, hogy és ott folytatva a langás abba hagyta, hogy ha viszont már azt a döntést meghozta a jogalkotó, hogy ő preferenciális, de teljes értékű parlamenti mandátumot biztosító szabályozást alkot, akkor viszont azt gondolom, hogy az elkerülhetetlen, hogy ezek konkuráló szavazatok legyenek, mert akkor viszont az jelentene nagyobb alkotmányossági problémát, hogyha a preferencia odáig elmenne, hogy érdemben nagyobb ráhatása van a kisebbségi választó polgárnak a parlamenti összetételre, nem csak a preferenciális a kisebbségi mandátumon keresztül, hanem a pártlistás szavazaton át is. Valakinek még valamilyen rövid kérdése van? Egy kérdés még belefér az időnkbe. Köszönöm, jobb felállok, hogy látszak. Az Andrishoz lenne csak annyi rövid válasz elég, hogy a tekinthető egyáltalán választójognak, választójog gyakorlásának az, hogyha én mondjuk ruszin kisebbségiként egyetlen egy listára szavazhatok, vagy nem szavazhatok. Tehát ugye nem arról van szó ebben a rendszerben, hogy a ruszin nemzetiségi szervezetek jelölteket állítanak, és én választok közülük, hanem az egész jogilag a kisebbségi önkormányzat parlamentbe juttatásáról szól. Tehát nincs választójogom, szavazni tudok. Ráadásul ugye az is érdekes, hogy nemzetiségenként külön szavazólapok vannak, és én, mint regisztrált, mit tudom én, ruszin szavazó, akkor kapom azt az egy szavazatot. Nem mellesleg, ugye, ha egyetlen egy ruszin szavazóként vagyok a szavazókörben, akkor még a szavazat titkossága is érül, mert tudni fogják, hogy szavaztam. Igen, ez egy nagyon jó kérdés.
abszolút jogosnak tartom. Azt, megint csak azt gondolom, hogy bizonyos, tehát hogy ez tényleg egy nagyon nehéz, tehát jogalkotói szempontból, nem is kodifikáció, hanem tehát egy nehezen kezelhető helyzet. Itt ugye az az érv, hogy akkor tudnak, ugye a választó, ugye eldönti a... Mert itt ugye a fő érve a TASZ-nak ebben a konferenciához, nem tudom, készített ilyen rövid anyagában, ugye az volt ebben kapcsolatban, hogy hát ez azért is problematikus ez a helyzet, mert tulajdonképpen ez akkor eltereli a figyelmet, a többségi pártok figyelmét a nemzetiségi kérdésről, mert azt gondolják, hogy akkor ez így megoldódik. Ugye emögött a logika az, hogy hát a kisebbségi választó, vagy nemzetiségi választópolgár az egyrészt már ugye jó előre készül az országos választásra, amikor a nemzetiségi vagy kisebbségi önkormányzati választásokon, nem tudom, igen, tehát létrehozza az országos önkormányzatot, és tehát ez teljesen jogos. Én azt gondolom, hogy problematikus, de ha ez lenne a legnagyobb baj, akkor ezzel még mindig együtt tudnánk érteni, de teljesen jogos ez a kérdés. Tehát ez az eszencializmus, amire utaltam, ez mindig, tehát amikor így intézményes formában hát ismeri el a jogalkotó nem tudom, egy csoport képviseletére feljogosított szervezet. Tehát ez mindig felmerül, teljesen jogos egyébként. Valószínűleg itt az vezérelt a jogalkotót, hogyha még ezt is széthúznák, akkor aztán tényleg olyan szinten fragmentálódna a kisebbségi szavazat, hogy akkor már aztán tényleg semmi esély nem lenne arra, hogy mandátumhoz jussanak. De tök jogos ez szerintem. Ezt az alapvetően mással magyaráznám a szabályozásnak a kialakítása során a jogalkotó egyébként szerintem nagyon helyesen megtett azért mindent, hogy még véletlenül se lehessen kisebbségi preferenciális mandátumot szerezni. Akár az alkotmányozó, akár a törvényalkotó deklarálta volna, hogy nincs preferenciális képviselet, azzal olyan nemzetpolitikai támadásoknak tette volna ki magát Magyarország, amelyet nem kívánt felvállalni, azt gondolom joggal nem kívánt felvállalni, az meg egy létező jogalkotási technika, hogy úgy csinálunk, mintha, és aztán közben öneljárási szabályokat alkotunk, amelyek a tényleges érvényesülését kizárják. És ezt megint csak nem rossz felhanggal mondom, azért az egy legitim jogalkotói szempont, hogy az országos kisebbségi önkormányzat mögött valamilyen kisebbségi demokratikus legitimáció áll, a ezzel konkuráló legitimációt a jogalkotó nyilván nem tud teremteni, mert hogy ő nem tudja eldönteni civil szervezetekről, hogy ők ténylegesen kisebbségiek-e vagy nem. Ha pedig ez a helyzet, akkor évtizedes tapasztalat alapján és azért helyi önkormányzati szinten preferenciális kisebbségi mandátumoknak nagyon rosszak voltak a tapasztalatai, az etnobiznisz elkerülésének ez egy fontos eszköze, hogy csak az igazolhatóan a kisebbségi legitimációval rendelkező szervezet részesülhet ebben a kedvezményben. Bocsánat, csak még egy gondolat, tehát hogy én, és ezt lehet, hogy nem hangsúlyoztam eléggé az előadásban, hogy én ezt egy nagyon komoly és reális veszélynek látom a következő választáson. Tehát itt 13 preferenciás mandátumot pikpak, nem különösebben nagy mobilizációval el tudnak érni pártok, vagy el tud érni az a párt, amely kellő számú választópolgár tud mobilizálni kellő időben. Ugye a névjegyzékbe való felkerülésnek nincsenek objektív kritériumai, tehát bárki fölkerülhet. Tehát, hogy én és mondom, tehát engem ez meglepett, hogy ez
ez. Bár nyilván ugye az önkormányzati rendszer és a önkormányzati választások és a parlamenti választások időbeni elhelyezkedése ez valamennyi indokolja. Én egyáltalán nem tartom azt kizártnak, hogy itt a kisebbségi önkormányzati választásokhoz hasonló etnobiznisz történjen 13 képviselővel egy bármelyik következő választás során. Kizárni én sem zárnám ki, azért ez a szorosan egymásra épülő korlátozásoknak a rendszere népszavazásos túl országos kisebbségi önkormányzatos túl, ez egy nagyon tudatos és elképesztően sokágú és részletes mobilizációt feltételezne. Annyi emberi meg anyagi erőforrással, amely ha 13 leginkább billegű egyén választó kerületre koncentrálja valaki ezeket az erőforrásokat, akkor hatékonyabban tudja talán befolyásolni a választások eredményét.